Ötev. Ötev bharata. Servit. Servicio. Serviskija. It's my great pleasure to be here with you. Nagy öröm, hogy itt lehetek közöttetek. There's no words that can describe it. Szavakkal leírhatatlan. I was in Budapest 41 years ago. 41 évvel ezelőtt jártam először Budapesten. For the purpose of establishing something for Srila Prabhupada here. Annak érdekében, hogy mesteremnek, Srila Prabhupádnak elindítsunk itt valamilyen projekt közösségét. I still consider it a humble beginning. És úgy érzem, hogy ez még mindig csak kezdet. But if after 41 years the humble beginning is still in the work. És úgy gondolom, hogy ha 41 évvel később is az a kicsi kezdet még mindig hatással van. It means there's something very big going on. Az azt jelenti, hogy valami nagy dolgok történnek a háttérben. Because what Srila Prabhupada gave to us. Mert amit Prabhupádtól kaptunk. It's not a fashion. Az nem divat. This is something for at least 10,000 years. Hanem valami, ami meghatározza legalább a következő 10,000 évet. Maybe longer. Vagy akár még többet. The very culture proven by scientific research has 11,000 of years of evidence on this planet. A védikus kultúra tudományos kutatásokkal alátámasztva 11,000 évre tekint vissza. Britishers and Europeans, they try to cover that up and push it down. Az angolok és az európaiak ezt megpróbálták, ezeket az évezeteket egy picit eltüntetni. They wanted even to say that the Vedic culture is something coming from Europe, is some Mesopotamian tribe which made it to India. Sőt, inkább még átforgatva azt próbálták elhitetni a világgal, hogy a védikus kultúra bölcsője Európában van, és valami mezopotámiai törzsek vitték oda a Indiába. By now, this is 100% proven faulty. Ma már ez 100%-osan bebizonyosodott, hogy téves elmélet volt. But our history books, they have not been rewritten. De a történelemben, a történelem könyvekben még nem írták át ezt a tévedést. In other words, our students, when they go to college and university, they are knowingly being taught things which are wrong. Vagyis ez azt jelenti, hogy a mi fiataljaink ma, amikor ilyen szakirányú egyetemre járnak, akkor tudatosan vannak félrevezetve. And here in Bharata, we teach it right. És itt a Bharatában pedig mi ezt a megfelelő, helyes módjában közvetítjük. We may be small compared to the big universities. Lehet, hogy kicsik vagyunk a nagy egyetemekhez hasonlítva magunkat. But we can take them up. We can challenge their lies. De mindenképpen a hazugságaikat megvétózhatjuk. And bharata means ba, ra and ta. It means emotion, ba, it means ra, the music, and ta, the rhythm. A bharata három szótőből képződik, a ba érzelmet jelent, a ta zenét, a ra zenét, a ta pedig ritmust. And Bharata Varsha was not only India. És a Bharata Varsha név nem csak Indiát jelöli. Even the word Hungaria is indicative that we are the Hunnish Aryans. És maga a Hun, ugye, kifejezés is a Hun Ária származásra utal. And there they were the Bulgarians. És aztán ott vannak még a bolgárok. And even they had some Bavarians. Akik ugye, vagy a barbárok, ugye ezt a angol szójátékkal barbár, tehát tartalmaz az árja kifejezést is. But many of those Aryans forgot their original roots. De ezek az áriák elfelejtették az eredeti gyökereiket. Until the crazy Nazis came.
Mindaddig, amíg a ostoba nácik ideje el nem jött. And they wanted to tell people that Aryan means blue eyes and blonde hair. Akik elterjesztették, hogy az árják nem más, mint szőke haj kék szemmel. And that was another big anthropocentric cheating. És ez egy újabb nagy antropozófiai antropocentrikus becsapás volt. Átverés volt. That we are the master race and the whitish supremacy blue eyes, that is the master Aryan version. Ez a fajelmélet szerint mi fehérbőrűek felsőbbrendűek vagyunk, az árják. And who was at fault? És ez kinek a hibája volt? Most people don't know the history even. A legtöbb ember nem ismeri a történelmet jól. We are living in the information age. A információ korszakában élünk. But we don't have the information. De nincsenek a megfelelő információk rendelkezésünkre. So actually we are living in the wrong propaganda age. Vagyis egy hamis propaganda korszakban élünk. The nephew of Charles Darwin. Charles Darwinnak az unoka, öccse. He was a fanatic. Fanatikus volt. And he took the idea of the survival of the fittest. És meghonosította a erősebb győz elméletet. And he started the eugenic society. És elkezdte, megalapította az eugenetikus elméletet. His name was Francis Galton, and he was responsible for an uncountable amount of crimes. Nagyon sok bűntény kötődik a nevéhez. The whole Nazi idea of creating the white Superman, that came from Francis Galton. Pontosan tőle származik ez a nácik által preferált fehérbőrű fajelmélet. The eugenic society was so powerful. És olyan erős volt ez az elmélet vagy közösség. They had offices in every city of the United States of America. Hogy az Egyesült Államokban minden városban volt képviseletük. And young boys and girls, fiatal fiúk és lányok, had to present themselves in front of these offices. Nak meg kellett jelenniük ezekben az irodákban. And there it was decided whether they could reproduce children or not. És ez a testület dönthette el, hogy a fiataloknak lehet-e gyermeke vagy sem. Tehát úgy értem, hogy méltók-e arra, hogy gyermekük legyen. And those who were a little sick or whatever were not approved by the eugenic board, they were sterilized. És azok a fiatalok, akiket az eugenikus szemle nem hagyott jóvá, azokat sterilizálták. So they were so powerful that they were studying all over the world, which is the master race, which is the master race. És ez érdekelte csak őket, hogy melyik a legmagasabb szintű faj. And Hitler took it another step ahead. És Hitler ez még egy lépéssel megtoldotta. He said, "We are the master race. We are the master race." Választ adva a kérdéssel, hogy mi vagyunk a legmagasztosabb faj. It's pretty crazy because he didn't have blue eyes and he wasn't blonde either, you know. Elég buta volt, mert nem volt se szőke, se kék szemű. But he called it selective breeding. Úgy hívta ezt, hogy szelektív szaporodás. The same thing they are doing with the athletes today. Ma ugyanezt csinálják a sportolókkal. If you are strong, running fast, swimming fast, they come, okay, you come over this side. És ha jobban teljesítesz az átlagnál, akkor ugye magukhoz hívnak. Then you get extra food. Kapsz extra kaját. Especially in communist time, it was very open. Különösen a kommunista időkben ez nagyon nyíltan ment.
the sports talents, they became an elite. A sport talentumok elitet képeztek. They were given off facilities because they can increase the name of whatever country, we the master race. Mindennel ellátták őket, hogy az általuk képviselt országról bebizonyítsák, hogy mi vagyunk a legkiválóbb faj. So that the country could win more gold medals in the Olympics. Hogy az adott ország több aranyérmet hozhasson haza az olimpiáról. And that's where the doping scandals came from. Doping giving. Ja, ekkor jött képbe ugye a doping dolog is. Which is such a big scandal. Ami ma már olyan nagy volumenű. That the entire Russian team was disqualified from participating in the Olympics because they're doping all the sports persons. Az egész orosz sportcsapatot kizárták az olimpiáról, mert a doping vétség miatt. And doping has been going on for all the years in all the countries, not only Russia. De a doping vétséget nem csak az oroszok, hanem az egész világban folyamatosan elkövetnek a sportolók. It's all a propaganda. Ez csak propaganda kérdése. It's so stupid. Ostoba dolog. Any rabbit can run the 100 meters more faster than any human being. Akármelyik nyúl képes gyorsabban futni a 100 méteren a leggyorsabb futónál. So they should give all the gold medals to the rabbits. Úgyhogy az aranyérmek a nyulakat illetik. So we don't believe in all this nonsense. Úgyhogy mi nem hiszünk ezekben a butaságokban. We believe in Tattva and Siddhanta. Ehelyett a tattvában és a Siddhantában hiszünk. Tattva means Om Tat Sat. That's where it's also called the original law. A tattva ugye három szótöbből ered, és nevezik eredendő törvénynek is. And Siddhanta is the philosophical implication of tattva. A Siddhanta pedig nem más, mint a tattva filozófiai alkalmazása. This is the tattva, and this is the appropriate application. Yeah. Mikor is rámutat arra, hogy ez a tattva, és így módon lehet megfelelően alkalmazni. Now we may have some discussion on Siddhanta. Lehet bizonyos érvelgetéseink a Siddhantáról. But there's no discussion on tattva. De a tattváról nem lehetnek. Some scientists, they try to do that. Egyes tudós megpróbálkozik ezzel. They utterly fail. De minden bizonnyal nem fognak ebben sikeresek lenni. Even now they recognize. Ma már elismerték. When they speaking about quantum physics. Amikor a kvantum fizikáról van szó. They are speaking, this is the area we officially cannot prove anything. Mikor is kinyilvánítják azt, hogy ez a terület az, ahol már semmi sem bizonyítható. So quantum physics is called the scientific religion. Vagyis a kvantum fizika a tudományos vallás. In quantum physics you have to believe it. A kvantum fizika már a hitvilága. And since it's physics, so it's a official authorized religion. De mivel fizika, ezért ez egy hitelesített vallás. So actually we are all the same. De igazából mindannyian azonosak vagyunk. We all believe something. Mindannyian hiszünk valamiben. We depend on our belief. És a hitünkön függünk, vagy... Also we have established this Bharata center out of our belief. És ezt a Bharata kultúrteret is a hitünkből, hitünk által vezéreltetve hoztuk létre. Without any arrogance. Mindenféle arrogancia nélkül. We believe what Srila Prabhupada taught us. Hiszünk abban, amire mesterünk Srila Prabhupada tanított minket. Is of great importance for the whole world, what to speak of Hungary. Ami az egész világ javát, mit sem szólva Magyarország javát szolgálja. Which is just a small country. Magyarország csak egy kicsi ország a sok közül. Beautiful indeed. De gyönyörű ország. With wonderful people indeed. Csodálatos emberekkel valami. But if you're looking at the statistics, de ha statisztikát megnézzük, Hungarians compared to Indians, ha az indiaiakhoz hasonlítjuk magyarokat, all of Hungary fits twice into Calcutta.
Egész Magyarország kétszer belefér Kalkutába. So, not exactly so many. Nem, igazából nincs annyira sok a magyarokból. So, we are going by the tatva. Úgyhogy minket a tatva érdekel. Tatva is something which all the natives in the world have called the original truth. A tatva az, amit minden őslakos eredendő igazságnak tekint. Tatva means substantial. A tatva azt jelenti, hogy lényegi. It means sustaining. Fenntartó. Tatva means axiomatic. És a tatva axiomatikus, ami magyarul pedig magától érthetődő. Tatva means created by the original design. A tatva azt jelenti, hogy az eredendő tervező által alkotott. So when we chant Hare Krishna, és amikor a Hare Krishna mantrát zengjük, we are chanting, oh my Lord, akkor az így hangzik, hogy please let me be, kérlek tégy engem an instrument of your love, a szereteted eszközévé. Because tatva, mert a tatva means love, szeretetet jelent. What does that mean? És ez mit jelent? Well, we all looking for love. Mindannyian a szeretetet keressük. We don't exactly know what that means. Nem tudjuk pontosan, hogy ez mit jelent. But it has something to do, let's call it something very, 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 very nice. De mindannyian azt gondoljuk, hogy ez valami nagyon-nagyon-nagyon csodálatos. You want to love somebody, and you also want to be loved. Szeretnél valakit szeretni, és azt is szeretnéd, hogy téged szeressenek. Nobody disagrees. Ez senkinek nincs ellene. Russians, Hungarians, Chinese, Indians, South Americans, everybody agrees. Oroszok, magyarok, indiaiak, kínaiak, dél-amerikaiak, mindannyian egyetértenek ezzel. So that's where the tatva becomes a primal emotion. Itt válik a tatva egyéni vagy egyéni érzelemmé. And in Bharata, vagyis elsődleges érzelemmel, és amikor a Bharatáról beszélünk, akkor a ba, that emotion, it becomes the rasa science. A rasa tudományát jelenti már. The rasa science is the sum and substance of bhakti yoga. A rasa pedig a bhakti yoga alapvető tartalma, lényege. The rasa science can be translated the science of tastes. Amit fordíthatok úgy is, hogy az ízek, az íz tudománya. But that translation doesn't hit it on the head. De ez nem annyira egyértelmű. Sometimes rasa is also considered something liquid. Mert a rász az néha folyadékot is jelent. Like when you get the soup, you say, give me more rasa. Means more liquid and less solid. Ja, amikor a levest szedünk, és akkor néha szoktuk mondani, hogy a levéből kérek még repetát, ja, akkor azt mondják, hogy a rászt hozzá adja. So, még. Liquid, tasty, emotion, a liquid, tasty, emotion, what is that? Folyékony, ízletes és érzelmes, mi ez? Well, you have to go into the science of ras to understand what this is. Ennek érdekében, hogy ezt megértsük, bele kell merülni egy picit a rasza tudományába. There's one liquid taste, liquid emotion. Van egy, ugye egyetlen folyékony érzelem van. That is called adirasa. Ez az adirasa. Adirasa is when the liquids of the body are secreted, which are produced at the sexual orgasm. Ez pedig nem más, mint amikor a nemi öröm csúcsán keletkező testi nedv. They are
the producing agency of life. Ők az élet teremtő részleg képviselői. How can you call that sweet? És ezt az édességet, hogy nevezhetjük ezt édesnek? Well, you have to look at the children, then you can understand why they are sweet. Ha ránézel a gyermekeidre, akkor megértheted, hogy ez miért édes. Because his children are very sweet. Mert a gyermekek nagyon édesek. And this liquid, this emotion is produced. És ez az érzés, vagy ez a folyadék oly módon hinting at készül, that there is some peak experience. Hogy közben valami nagyon magasztos tapasztalás, megtapasztalás is történik. Emotional rasa refers to a peak experience. Amikor az érzelmi rasszáról beszélünk, akkor az egy csúcs érzés. But the orgasm is a peak experience, which is a very ephemeral nature. Mint ahogyan az orgazmus is egy ilyen érzés, ami pedig milyen természetű? Ephemeral. It only lasts a second. Átmeneti, csak néhány pillanatig tart. A few seconds and it's gone. Néhány másodperc és oda. That's why sometimes we say so funny. Sometimes we say it's so funny. Néha azt mondjuk, hogy ez mulatságos. You have a pleasure of a few seconds, and then you have to pay the bill for the rest of your life. Néhány pillanatnyi élvezetért az ember egy életen keresztül fizeti a számlát. So it's a very expensive pleasure. Vagyis egy nagyon drága öröm. You could definitely say the most expensive pleasure. Mondhatjuk, hogy a legdrágább. But when we talking about the rasic peak experience of emotion, de amikor a rasszáról beszélünk, a rasszából származó felsőbbrendű ízről, we are leaving this sexual sensation far, 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 far behind us. Milliószorosan túlszárnyaljuk a nemi örömből származó örömet. The rasa science teaches us that there is something like a continuous orgasm. A rasa tudománya olyasmihez hasonlítja a lelki csúcsérzést, vagy a raszát, mintha az ember folyamatosan a nemi örömöt tapasztalná. And that is called the love emotion. És ezt úgy hívják, hogy szeretet érzés, szerelem érzés, szeretet érzés. This love emotion is so tasty. És a szeretet oly ízletes. So sweet. Oly édes. That it is not only continuous. És nem csak hogy folyamatos. It is always increasing. Hanem még ráadásul folyamatosan tágul, bővül. Can you imagine what kind of a peak experience I am talking about? El tudod hát képzelni, hogy miféle, milyen, mennyire felsőbbrendű ízről beszélünk? It is called prapannam jivanamritam. Úgy is hívják szanszkriton, hogy prapannam jivanamrita. It is called the ever increasing taste of love. Vagyis, ezt úgy is fogalmazhatnánk, hogy a szeretet egyre fokozódó megtapasztalása. It is called also, another explanation is, it is the permanent, positive and progressive immortality. Úgy is nevezik, hogy pozitív és progresszív halhatatlanság. Positive and progressive immortality. That is what Bharata stands for. Ezért áll ki a Bharata is a pozitív, progresszív halhatatlanságért. Please compare that to limited selection of perfection at the cost of all the lower. Úgyhogy ezt viszonyíthatjuk, tehát ezt viszonyítva a minden egyéb nem ilyen magasztos
The eugenic society was proposing that we should select the best and eliminate the rest. Ugye, ez a már korábban említett eugenikus elmélet szerint válasszuk ki a legjobbat, tartsuk meg, a többit pedig írtsuk ki. They said, if you want to get the best, then get rid of the rest. Vagyis, ha a legjobbat szeretnéd, a többitől szabadulj meg. That is the whole philosophy behind, and it is pure materialism. Ez volt a filozófiájuk, és ez teljes mértékben materialista filozófia. Even Darwin, he could not have dreamt of that. Még Darwin sem, még csak álmában sem gondolt erre. Because something many people don't know. Mert sokan nem tudják. Darwin was somebody believing in God. Hogy Darwin igazából Isten hívő volt. He said, yes, there is some evolution process, but this whole process without God, it would not work. És azt állított, hogy van evolúciós folyamat, de Isten nélkül nem működne. But in your university, that part of Darwin, they do not teach. De Darwinnak mondatának a második felét a nyugati egyetemeken nem mondják el. Because the materialists have hijacked Darwin. Mert a materialisták elrabolták Darwint. The socialistic philosophy of the rational process of discrimination. Mert a szocialista gondolatban It's a little nifty. They are trying to express something nifty, tricky. Ugye a szocialisták ezt valamilyen trükkös módon próbálják megfogalmazni. So they have used rationalistic materialism. Racionális materializmus. They say, we are not materialists. Vagyis azt mondják, hogy nem vagyunk materialisták. We are just rationalists. Hanem racionalisták vagyunk. We came to the conclusion. És az a konklúziónk. That praying is waste of time. Hogy az imádkozás az időpecsérlés. That spiritualism is illusion. A lelkiség az illúzió. That temples are waste of money. A templomok pénzpecsérlés. So our rational materialism means. A racionális materializmus jelentése. Now you pray to me. Hogy fohászkodj ne hozzám. Now you work for my system. Az én rendszeremet támogasd, annak dolgozz. And now you make only concerted efforts for substantializing materialism. És az erőfeszítést csak annyit tegyél, hogy a materializmus életben maradjon. So they became envious of God. Vagyis irigyek lettek Istennel szemben. And then instead of making a samadhi, és ahelyett, hogy samadhiba jutottak volna, they made the Lenin mausoleum. Ja, ahelyett, hogy gyönyörű samadhit építettek volna, nagy mauzóleumokat. So then we can all pray to brother Lenin for having nice socialism. Építettek Leninnek, és ott úgymond fohászkodnak Lenin elvtárshoz, ha építik a szocializmust. Anyhow, this is just a little reflection for you. Ez csak egy kis reflektálás volt számotokra. What I'm trying to point out. Amire szeretnék rávezetni. Is that materialism is a very dangerous shortcut to losing the greatest essence of human life. A materializmus az egy gyorsító pálya ahhoz, hogy az ember elveszítse az emberi születés adta lehetőségeket. And nowadays this materialism has been taken up or in an organized fashion by the multinational consumer organizations. És ma ezt a materializmust a multinacionális fogyasztói társadalom ápolja. And they are still
believe it or not, they are still at least partially eugenists. És hiszed vagy nem, részben ma is eugenikus gondolkodásúak. Nowadays, what used to be the vocabulary of the eugenists, that was discredited by Hitler. Azokat a kifejezéseket, amiket az eugenikusok használtak, ezeket Hitler lejáratta. So nowadays have a new vocabulary. Úgyhogy ma már egy új szótárat képeztek. Like family planning. Családtervezés. Like eliminating unborn children who are not fit. A nem kívánatos vagy nem alkalmas megszületésre nem alkalmas gyerekek likvidálása. They want to put the right of life into the hands of science. Az életet a tudomány asztalára helyezik. And they come up with such stories like overpopulation. És olyan történetekkel jönnek elő, mint a túlnépesedés. Well, nobody can say that we have too many Hungarians, right? Ugye azt például Magyarországon senki sem mondhatja, hogy túl sok magyar lett volna. I think the problem here is the opposite. All the time there are less. Azt hiszem, hogy Magyarországon inkább az ellenkezője érvényes, hiszen folyamatosan fogy a magyar. And then people say, and we have a problem to feed the world. És van még egy gondunk, megetetni a nagyvilágot. But they ignore that by becoming vegetarian, the world could feed almost 10 times the population we have now with the same amount of grains produced which we are producing now. Viszont azt a tényt, hogyha vegetariánus volna a világ, akkor 10-szer annyi lakosságot elláthatna étellel, ezt a tényt lesöprik az asztalról. Human form of life is a great chance. Az emberi születés egy óriási lehetőség. And bharata means atato brahma jigyasa. Bharata egyik jelentése az, hogy atato brahma. This human form of life is meant for self-realization. Vagyis az emberi élet a önmegvalósításra jött létre. You know, ba also comes from Bhagavan. A Bhagavanra is utal. It is not just any emotion. It's an emotion for God. Nem csak akármilyen érzésről beszélünk, hanem Isten felé való érzésről. So the emotion for the divine is that which makes our life glorious. A legfelső felé való érzelmek azok, amik az életünket dicsőségessé teszik. Very glorious. Nagyon dicsőségessé. Extraordinary glorious. Kimondhatatlanul dicsőségessé. What do you think about that? Erről mit gondolsz? Do you have to be healthy for that? Ehhez egészségesnek kell lenni? Well, let's talk about myself. Beszéljünk egy kicsit rólam. No, I'm 63. 63 éves vagyok. I can't complain. Nem panaszkodhatok. As long as you can walk, you shouldn't talk about health. Hogy amíg az ember képes jól mozogni, gyalogolni, addig nem panaszkodhat az egészségére. But I also shouldn't be an illusion. De azért nekem sincsenek illúzióim. I already lost a few of my teeth. Néhány fogamat már elvesztettem. Also, some of the joints sometimes they pain. Néha egy-egy ízületem fáj. So, in a way, there are some symptoms telling me this body won't last much longer. És bizonyos jelek arra engednek következtetni, hogy ez a test nem fog már túl sokáig tartani. So, even if I want to get a job today, még ha szeretnék egy munkát is elkezdeni ma, they will not give job to old people. Úgy értem, állásban munkát találni, akkor, tehát ilyen öreg embereknek már nem adnak munkát. So, in one way or another, after we are not working anymore, we are becoming like disturbance.
és ha pedig az ember nem termel, nem dolgozik, akkor zavaró tényezővé válik. So, if you consider that this human form of life is only valuable when you're young and sporty, és hogyha figyelembe veszed azt, hogy az emberi élet tulajdonképpen akkor értékes igazán, ami fiatal vagy és sportos, you're telling all the old people and all the sick people that they're good for nothing. Akkor ezzel egyidejűleg burkoltan azt is mondod, hogy az idősek pedig nem valók semmire sem. But that's not true. De ez nem igaz. An old person can give love. Az idősek szeretni, tudnak szeretni. He can be an artist. Lehetnek művészek. He can give us so many important things in life, our old folks. Oly sok fontos dolgokkal el tudnak nekünk adni az idősek. This idea of putting the old folks in the old people homes. Az az elképzelés, hogy az időseket öregek otthonába adni. That's not a very gentle idea. Ez nem egy túl kedves ötlet. That is another variety of eugenic society. Ez az eugenikus társadalomnak egy újabb megnyilvánulása. Get rid of the old. Szabadulj meg az öregektől. Put them on some drugs. Tegyük rá valamilyen gyógyszerekre őket. So that they will not talk too much. Hogy ne beszéljenek túl sokat. We have no respect for our ancestors. Vagyis nincs bennünk tisztelet az ősek iránt. But the bharata culture is all the respect for our ancestors. De a bharata kultúrája pedig a legnagyobb tisztelettel van az ősök iránt. Exactly the opposite. Éppen az ellenkezője. The grandfathers and the grandmothers, they're the leaders of society. Abban a társadalomban a nagyszülők a társadalom vezetői. And they give us the sustenance of culture and of tradition. Ők azok, akik a kultúrát és a tradíciót tovább örökítik. But because we have embraced materialism. De mivel a materializmust felvált, az magunkévá válunk. We have offended our ancestors. We have offended our seeds. Ezzel az őseinket, ugye úgymond megsértettük, ellenük tettünk a gyökereinek. As a matter of fact, we have reduced our forefathers through the idea of evolution to be something like worms or monkeys or some bacteria. Materialistic thought has reduced our forefathers to bacteria, worms or monkeys. A materialista gondolkodás az őseinket bogarakká, majmokká alacsonyította. And we have come up with this idea. És egy olyan ötlettel álltak elő. That we are better than our forefathers. Hogy mi jobbak vagyunk az őseinknél. We are the top of the evolutionary chain. Mi vagyunk az evolúciós lánc csúcsán. And what's the evidence? Mi erre az evidencia? My iPhone. Az iPhone. I have the world at my fingertips. Új lenyomatomban a világ. My grandfather, he had no idea what an iPhone was. Nagyapámnak fogalma sem volt arról, mi az iPhone. How can you think that he was as advanced as me? Hogyan is gondolhatnád azt, hogy olyan fejlett volt, mint én? This is just one example. Ez csak egy példa volt. It penetrates our thinking system. De átszövi az ilyen gondolkodás a agytekervényeinket. Why? Miért? Because we have been educated under those paradigms. Mert tőlük kaptuk a oktatásunkat. We have been cheated from childhood on. Gyermekkorunktól fogva becsaptak bennünket. What is our education? Mi a mi oktatási rendszerünk? All kind of false supremacy ideas. Hamis felsőbbrendűség elképzelésen alapuló. A few days ago we were celebrating the 24th of December, which Christians call Christmas. Néhány nappal ezelőtt ünnepeltük december 24-én a
a keresztények által ugye, karácsonynak nevezett ünnepet. I was giving a class in India. Indiában tartottam aznap előadást. And I said, azt mondtam, please hold yourself on your chair so you don't fall off. Kapaszkodj a székedre, hogy nehogy leesj róla. We have nothing against the son of this carpenter. Semmi kifogásunk nincs az ennek az ácsnak a fia ellen. And his 10 commandments? Se a 10 parancsolatok ellen. His message to love thy neighbor as thyself? És az az üzenete, hogy szeresd maga fele barátodat, mint önmagad. Make us put him on this position like a spiritual teacher. Számunkra őt egy lelki tanító pozíciójába helyezi. Why not? Miért nem? Why should the son of a carpenter from Jerusalem not be a spiritual teacher? Miért ne lehetne lelki tanítómester egy jeruzsálemi asztalosnak a fia? If he was a great soul and giving great teachers, teachings. Ha ő nagy lélek volt és csodálatos tanításokat adott. But. De. If you make Jesus responsible. De ha Jézust felelőssé teszed. For all the crimes done in his name. Minden bűnér, amit elkövettek az ő nevében. All the arrogance, all the killing. Minden arrogancia és gyilkosságért. All the stealing away of livelihoods. Minden megélhetéstől való, tehát minden lopásért. And you put Jesus in front of a court case. És ha Jézust ilyen módon bíróság elé állítanád. And you present all these things to him. What would be the judgment of the judge? How many lifetime sentences he would have to give to Jesus, or how many times in case there is the capital punishment, how many times would he be killed as chastisement? Ha valóban maga ő volna a hibás, aki maga, tehát ha valóban felvállalná ezeket a hibákat és bíróság elé állítanák, akkor ugye mennyi és mennyi, mekkora ítéletet kapna, milyen hány és hány életen keresztül kellene vezekelnie. We love everybody. Mindenkit szeretünk. We love the Jewish people, the Christian people, the Muslim people. We can love all. This is no problem for us. Zsidó embereket, keresztény embereket, muszlim embereket, mindegyiküket szeretjük, ez nekünk semmi gond. Semmi gondunk nincs velük. All Europe is talking about now. Amiről egész Európa ma beszél. The bad Muslims. A rossz muszlimok. And the Muslims talk about. A muszlimok pedig. The bad Christians. A rossz keresztényekről beszél. That's every day in the newspaper, from first page to the last page. Minden újság első betűjétől az utolsóig erről szól. Well, I don't know what they're trying to achieve. Nem tudom, hogy ezzel mit szeretnének elérni. We are all one family. Hiszen mindannyian egy egész család vagyunk. What we should teach people, amire meg kell tanítani az embereket, is that you have to love each other. Hogy szeretniük kell egymást. Because we all belong to one family. Mert mindannyian azonos családhoz tartunk. And that it is not acceptable to torture others. És nem elfogadott másoknak szenvedést okozni. It is not acceptable to give trouble to others. És nem elfogadható másoknak problémát okozni. But that they don't talk about? De nem erről beszélnek. No, they're just talking about who buys more weapons. Nem arról, hogy kinek lesz erősebb a felfegyverkezése. And that how many animals they kill. Hogy hány állatot ölnek le. And other things like that. És hasonló dolgokat. Because they have not accepted that we cannot mistreat the animals either. Mert nem fogadták el azt a gondolatot, hogy nem bánhatnak rosszul az állatokkal. So, when you go to India, to the Bharata culture, és amikor az ember elmegy Indiába, a Bharata kultúrájába, first of all, you learn that you should never kill an animal unless there is an emergency. Akkor megértheted, hogy ne, soha ne ölj meg állatot mindaddig, amíg nincs vészhelyzet. What to speak of a human being? Mit sem szólva az emberi lényekről. To kill somebody because he is a different color of the skin is unthinkable. Megölni valakit azért, mert más a bőrszíne, ez elképzelhetetlen.
And to think that he's less than you is another offense. És azt gondolni, hogy nálad alacsonyabb szintű egy másik vétség, ugyanúgy. A big offense. Nagy vétség. You cannot think another person is less than you, then you are not spiritual. Nem gondolhatod azt, hogy más ember, más valaki alantasabb, tehát alacsonyabb rendű nálad is, hogy kevésbé lelki, mint te. Sri Chaitanya Mahaprabhu, the greatest of the spiritual teachers of India, he has says, Trinadapi sunichena, tarorapi sahishnuna, amanina manadina, kirtani yatsadahari. He said, when you feel yourself to be the lowest. Sri Chaitanya Mahaprabhu, a tanítók legnagyobbika azt mondta, hogy amikor az ember a legalantosabbnál is alantosabbnak érzi magát. Get it right! Ezt értsd meg, értsd jól. Not only the lowest. Nem a legalantosabb. Lower, see yourself lower than a straw in the street. Lásd magad alantosabbnak, vagy alacsonyabb, lásd magasabb, kisebbnek, a legjelentéktelenebb fűszálnál. And when you are ready to become as tolerant as a tree. És amikor majd készen állsz arra, hogy olyan béketűző legyél, mint a fa. And when you are ready to give honor to all others. És ha készen állsz arra, hogy tiszteletet adj mindenki másnak. Without wanting to get honor for yourself as a trade-off. Anélkül, hogy mint egy kereskedő ezt magadnak viszont elvárnád. Then you can understand what is spirituality. Akkor leszel alkalmas arra, hogy megértsd a lelkiséget. Then you can understand what is the yoga of love. Hogy megértheted azt, hogy mi a szeretet jogája. Then you can understand the meaning of bharata. Akkor értheted meg bharata jelentőségét. Then you can understand why Srila Prabhupada has given us all these books. Akkor érthetjük meg majd, hogy Prabhupától miért kaptunk olyan sok könyvet. It's only one shloka, Trinata Pisunich. Egyetlen egy versről beszélünk. But the purport of this shloka has filled something like many hundreds, thousands of pages. De ennek az egy versnek a magyarázata sok százezer oldalt tölt ki. And in all those pages, és ezeken a lapokon, we have only learned how to love. A látokból azt tanulhatjuk meg, hogy hogyan szerethetünk. There is no teaching to hate others. Nincs egyetlen tanítása arról, hogy gyűlöljünk másokat. I like to speak much more. Szeretnék még sokkal hosszabban beszélni. But we have a few more surprises for you. De van még néhány meglepetésünk. Some very interesting special surprises. Egy nagyon különös meglepetés. Which came today here to Bharat. Egy nagyon különös dolog történt ma a Bharatában. And you will not imagine how they came here. És fogalmat sincs arról, hogy hogyan történt ez. It started when some Hungarians ran away from the revolutionary times. With the fight with the Russians. A történet egészen visszanyúlik arra az időszakra, amikor az 56-os forradalom idején egy magyar elmenekült az országból. And they ran away from Hungary all the way to Colombia, South America. És innen Magyarországról Kolumbiába, Dél-Amerikába került az illető. And because they loved everybody. És mivel ők mindenkit, tehát ez a magyar ember mindenkit szeretett. They could see that there in Colombia. Azt láthatta, hogy ott Kolumbiában the natives were not given the appropriate treatment. Az őslakosság, vagyis a dél-amerikai indiánok nem volt megfelelő bánásmód velük szemben. So they dedicated themselves to the education of the natives under their own terminology. Ezért az életüket a saját terminológiájuk szerinti őslakosok oktatására szentelték.
In other words, autonomous spiritual teachings, and they founded a university and school system called CRIC. A CRIC elnevezésű oktatási intézményt hoztak, vagy rendszert hoztak létre, ami a, ugye az őslakosok oktatását, saját tradíciónak a továbbörökítését tűzte ki célul. Where the natives from the Cauca regions of Colombia were able to start setting the values of their own standards of living rather than being puppets in the hands of materialism and Christianism of their own. És ennek köszönhetően a helyi, tehát a kolumbiai őslakosok a saját kultúrájukban kibontakozhattak, mint ahelyett, hogy fel kellett volna venniük a nyugati fogyasztói gondolkodást vagy a kereszténységet. And we have with you, és ma itt van közöttünk somebody special, egy különös ember, but I won't tell you anything more. De erről nem mondok már semmi többet. That you have to wait for. Ehhez várnotok kell egy kicsit. That information comes a little later. Ez egy kicsit később jön majd, az erről. But before I gonna finish my words, de mielőtt itt befejezném, I want to chant a little bit the rasa song. Szeretnék ezt a bizonyos rasa hangokat énekelni. It's called also the prema mantra song. Úgy is nevezik, hogy prema mantra dal. And we will sing it in Sanskrit. Sanskritul énekeljük. And in Hungarian. És magyarul. Here. And that will be before we continue with the second part of this program tonight. És aztán majd folytatjuk a ma este következő pontja, ami egy másik titkot elárulva gyorsan, finom vacsit. Because we should always chant. Ugyanis mindig éneklünk. That's an adequate way of giving thanks. Ez a hálaadásnak egy megfelelő módja. I have to give thanks all the time. Folyamatosan hálát érez az ember. Because even if I give thanks all day, it's not enough. Mert még ha egész nap is hálálkodnék, az sem volna elegendő. Because the gifts we have received. Mert az az ajándék, amit kaptunk. You and me. Ti és én. They're too extraordinary. Túl magasztosak.